Halló! Hello, hello! Mi van, Fifi merre? Hello, 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 hello! Ah, oh, ő is Holtam itt van. Fifikát, csak belekiabáltam szegénynek pont a halójába. <hül> De én ezt nagyon kulturáltan így visszavettem a hangom, mint a... Tudod, a vágtázzó lovas egy eplőt, és aztán hagytalak beszélni. Mert egy úra vagy. Igen. Igen. De ha már így együtt vagyunk, mi a helyzet veletek? Új kifejezést tanultam. Na, ez a kemény nem az orosz tél. <gül> 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 Semmi, Krisztián, a fogorvos, képzeld el. Voltam másiknál megnyugtatott. Másik? Igen. Megnyugtatott. Körülbelül ez két-három hónapig is eltarthat. Hát mondom, ez zseniális. Úgyhogy most... Te... Úgysem volt már fogászati challenge -a, a podcastben, most meg három hónapra megint lesz. Igen, igen, igen. Semmi gond. Hát ja. már azt hittük, hogy nem, de mégis. Ja, mert te nem voltál múlt héten. Már hogy nem te, hanem te. Te. Na, hogy nem, nem, nem te, hanem én. Mint az üvegtigrisbe. Ki? Ő? Nem, ő. Én? Nem, te. Én. Nem, ő. Ja. Roncsfilm? Megvan? Meg hát. Béla. Béla. Béla, én vagyok. Béla. Béla, én vagyok. Erről nekem a, nem tudom már, mi volt a film, én vagyok Devon Butler. Nem, én vagyok Devon Butler. Én is, és a feleségem is, Brian. Na, de mi történt veletek? Azon kívül? A kívül. És ezen gondolkozom. Az történt, Na. hogy már napok óta nem tudok, annyi időm nincs, hogy megborotválkozzak. Ez történik velem. Nem hallatszik még itt a mikrofon. Hozzá dörgölöm, de <kül> hát körülbelül ennyi, meg, meg a, a ez a folyamatos szívmasszázs stádiumban pihentetem magam, volt egy nagyon nagy challenge tegnap előtt, az hétfő, mert ugye a szerda van, veszük fel az adást. Hétfőn elmentem a grafikushoz, és amint láttátok, ti is sikerült megszülni a, az összes kreatívot. Megvan a jaj, jaj. fotófal, überfasza, megvan a passz, eleje, hátulja, megvan a... Mi van még? valami van még. Ja, a B1-es plakát, ö, e, és Krisztián, szerintem sokkal jobb volt a miénk, amit mi terveztünk, hogy a, az Etten néra bemutatja, és a film és az idézet. Szerintem. Is. Ezzel elvasztunk egy laza 40 percet, elküldöm Éronnak, visszaír, hogy ö, olyan kéne, mint az összes többi. A jó jóval mondom küldel, és szerintem hótfosszar, de mindegy, legyen olyan, elküldte, átalakítottuk úgyhogy mindegyikre approve ö, kaptunk, baromi jól néznek ki, még azt fölírom ide magamnak tudóba, amire senki nem írt, hogy mi legyen a passznak a hátoldalán szöveg. Jé, ezt megjegyzem. Ennyi volt a, ennyi volt az én hetem, gyakorlatilag. Ö, ne haragudjatok, semmi mással nem tudok szolgálni, vagy ha tudok, az majd menet közben eszembe jut, és beszúrok én is, ahogy Mi megtanultam. Ahogy, ahogy tanult kollégámtól tanultam, igen. Ellestem a technikát. Ó, bocsánat, narkosz. Narkosz maratonok voltak mostanában. Ja, úgyhogy ennyi. Fifika? Szerintem mondta, mert én, én velem túl sok minden történt. Túl sok minden történt veled. Velem viszont nem olyan sok minden történt, igazából én az elmúlt héten igyekeztem a per után utolérni magamat, meg visszatérni a, a, a normális kerékvágásba, még így engedélyeztem magamnak egy pár nap szünetet, amíg nem foglalkozom egyáltalán a, a perrel és a dolgaival, hogy aztán néhány nappal később már így egy ilyen egy lépéstávolságból objektívebben szemlélegessem meg a dolgokat, úgyhogy ezzel voltam elfoglalva, ahhoz képest, hogy sokat nem akartam vele foglalkozni a tíz oldalas érvelés most már 18 oldalra hízott, és még nem látom a végét, de hát ilyen, ilyen gondolatébresztő volt a nefinek a, az anyaga, úgyhogy megindította a szavak áradatát. Krisztián, nem arról volt szó, hogy inkább visszavesszük a, az indoklás részt? Erről volt szó egészen addig, amíg meg nem jött a Nefinek a nyilatkozata. Ja, a értelek, saját, tehát a az saját arra, arra való reakció lesz, hosszú. Igen, igen, hát e, 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 ezt muszáj mindegyiket egytől egyig megcímezni, de majd erről később mondok egy kicsit, mert ugye elgondolkoztam rajta tényleg, hogy múlt héten még egy kicsit ilyen perutáni felfokozott állapotba elemezgettük, hogy mi történt, és így azért egy héttel arra már jóval higgadtabb az ember, és és nyugodtabban tudja szemlélgetni ezeket a dolgokat. Szóval ez volt, illetve, illetve megszaporodtak a cicáink. A napokban megérkezett a harmadik cicánk, akit megörököltünk, és most az ő szoktatása folyik éppen, és hát lényegesen gördülékenyebben megy, mint, mint stoppossal ment annak idején, úgyhogy most már tiszta kréziket company lettünk itt. Krisztián, egyet mondj meg nekem, hogy macskát, lehet cicát, lehet bármire betanítani? Hát, ha engem kérdezel, akkor azt mondom, hogy nem. Ugye? Ha a okay, hugomat okay. kérdezed, <kül> ha hugomat kérdezed, akkor iszonyat vér és veríték árán lehet ő azt mondaná. Ő, amíg nagyon pici volt a, az ő cicája, addig nagyon sok időt töltöttek együtt, és, és rengeteget foglalkozott vele, játszott vele, és jutalomfalatokkal, tehát tényleg már, már ilyen állati domár kategóriába ment el a dolog, és, és egy csomó trükköt megtanított neki. Megérkezik, akkor a, a, fölugrik, és fölmászik a vállára, meg, meg ilyenek, meg két lábon kér, meg szóval visszahoz dolgokat. A, a, azt nem sikerült maradéktalanul, de hogy több végtelen türelem kell hozzá, és több energia kell hozzá a jelek szerint, mint, mint arra a legtöbb ember hajlandó lenne. Mint bármi más uh, háziállathoz. Azt nem, Nekem egyszer egyszer egy cicám. A videót, azt nem láttátok azt a videót, mikor a macskát megtanították, hogy a menjen oda a WC-re, üljön rá, kakáljon bele, majd maga után húzza le? vannak ilyen cicák, de én azt hiszem, hogy ezek nem tanítás kérdésre, tehát hogyha alapvetően megvan a hajlam benne, akkor, akkor, akkor csinálja akkor ezeket megteszi. Igen, én tehát... Kibaszott arisztokrata, hogy ő csak fajanzba. Igen, igen. Hát ö, nem, nem, tehát én, én azt ettem észre, hogy nálunk is két házi cica van, hogy tehát ez nem olyan, mint a, a kutyától, hogy rászólsz, vagy vagy egyszer leteszed, kétszer leteszed, aztán rájön, hogy oda neki nem szabad. Nem, nem, ez egy perc múlva ugyanúgy, ugyanazt, és teljesen, tehát ez egy kilátástalan harc. Nálunk az egyik egy macskának két. Nem. az a szokás, hogy fölugrál az asztalra, és nem, tehát én már komolyan ilyen villanyterítőn, meg ilyeneken gondolkoztam, <laughs> hogy hát, ha leszokik róla, nem lehet leszoktatni róla, tehát ha akar, akkor oda megy. Képtelenség, tehát megszoksz képtelenség. vagy megszöksz. Én két nagy csoportra tudnám osztani igazándiból a macskáknak megtanítható dolgok táborát. Az egyik fele az, amit hogyha a macska megtanulja, akkor neki lesz jobb. Ezeket pillanatok alatt elsajátítják, és soha nem felejtik el, és, és azonnal hasznosítják. A másik nagy csoport az az, amit a, a, azok a dolgok, amiktől neked lenne jobb, hogyha megtanulná a macskát. Na, ez az, amit... képtelenség. Ó, uh. Na mindegy. Jó, na hát nekem ugye a hétvégén igen-igen nagy challenge volt. Dortmundban jártunk. A már hagyományos dohányipari kiállítása. És hát ez most nem olyan volt, hogy előző nap már ott voltunk, és mondjuk így vasárnap délután jöttünk el, hanem hanem hogy pénteken a nyitónap hajnalán repültünk, onnan Dortmundból még kitaxisztunk Bóhumba a szállásunkra, lepakoltunk, és utána vissza a kiállításra, ott egész nap, aztán valamikor este keveredtünk be a szállásra és aztán másnap ugyanez a, a pörgés volt, és vasárnap hajnalban repültünk vissza, szóval egy ilyen folyamatos pörgés ment ez alatt a, a két-három nap alatt. Hú, rettentő tanulságos volt most ez a, ez a kiállítás, ugye a tavaihoz viszonyítva, hát az van, ahogy Krisztián szokta mondani, hát az van, srácok, hogy hihetetlen módon zsugorodott az elcigarettás kiállítók száma. Igen. Igen. Igen, ezt többen ott próbáltuk elemezgetni, hogy vajon mi történt, és hogy kik, kik tűntek el, tehát hogy kik azok, akik tavaly ott voltak, és most az idén nem. És azt kell, hogy mondjam, hogy a, a kis kínai cégek szinte 90%-ban nem voltak jelen. Tavaly rengeteg ilyen ismeretlen neve nincs, kínai céggel találkoztunk, akik, tehát érted, egy elmész egy kiállítás, és nem működő készülékekkel voltak jelen, így odaadták, és akkor ez egy check-atomizer, nem működik, ezt kell cserélni, azt kell cserélni, fél órát vársz, még mindig nem működik, most nem voltak ilyenek illetve a, a nagyobb kínai gyártók, azok már mind az európai képviseletükön keresztül ö, voltak ö, ott a kiállításon, és ö, hogy az úgy, nem, nem úgy volt, hogy mit tudom is én, a, a Camry ö, egy külön ö, standon volt, hanem egyszer csak ment, és akkor a adott cégnek a standján volt egy kirakatban csak az ő készülékük. Tavaly már a Joytek is csak így volt jelen, hogy két-három kiállító kínálatában láttál Joyteket, de egyébként szinte ugyanazok a, a ilyen all készülékek voltak a piacon, már mindenki tolta a kír a fölírást, hogy TPD kompatibilis mindene, stb. stb. A kis gyártók telj, szinte teljesen egyetlen egy, az apacsvép volt, aki, aki, nekem újdonság volt a, a piacon, és egy ilyen aránylag kis manufaktúra ként voltak uh, ott a, a standjukkal. Ami nem csökkent, az a vízipipás szekció, tehát én, mondtam is, én az, az, azt a piacot nem is látom. Tehát, hogy így, tudod, mint az e hogy van fórum, meg, meg uh, rengeteg videó, meg facebook csoport, meg nem tudom én mi, a vízi pipások nálunk az egy vagy egy pici közösség, vagy egy nagyon zárt közösség, de hogy velik így nem lehet lépten nyomon találkozni. Viszont... A Dortmund... vízi pipások titkos társasága. Viszont Dortmundban, érted, majdnem két csarnoknyi kiállítójuk van évről évre, tehát óriási és iszonyú nagy standokkal, és óriási fölhajtás. Tehát például ukránok voltak az idén, akiket eddig nem láttunk. Egy 25 ezer eurós vízipipa kollekciót állítottak ki. Egyetlen egy gránit tömből volt kézzel csiszolt, tehát valami gyönyörűségesen formatervezett cuccal voltak ott. Aztán láttam ilyen innovációkat e-cigaretta terén, hogy emlékeztek arra a driptipre, még nem is tudom, szúrtak szúrtakitán másfél-két éve, ami oldalt, a, a levegőt a, a lehet vele szabályozni. Hát az a Krové. Mint hogy ez a. Krovépnek igen, van Ez a, ez a fals levegős cucc. Most valaki csinált egy, egy ilyet, de tovább gondolta a sztorit, rakott bele kettő darab ízesítő golyót. Én ebből most hoztam négyet. Hát nem tudom, tehát ezt nem kellett volna kitalálni. Tehát ebbe ilyen dohány ízt ad hozzá a. De nem is értem, hogy erre mi szükség van. Érted? Hát egy ízesített, likvidet szívsz. Tehát ezek vagy tudnak valamit, vagy beszéltek a demjénnel. Vagy az van, Így... hogy azt mondja, hogy hogy. <kül> Hú, ez nagyon szar ez a likvid. Várjál, várjál, te milyen golyóval szívtad? Én? Hát én Prime 66. Ó, oh, az a tényleg szar, hallod? Próbáld meg Eripsilon 4 es golyóval. Egyébként is a golyó az <coughs> ilyen szinten hogy ad ki magából ízt? Tehát ahhoz nagyon intenzíven kéne lenni, hogy a, a, a semmi hatására, tehát nem lesz nedves, meg a tököm tudja. a De, levegő, de, de ahogy Charlie, ez... ez... Ez ott szabályosan benedvesedik ez a, ez a golyó, és most az egyiket De így De várjál, folyamatosan... ez ott van, ahol a, a gőzt szívod át, Vagy ott, ahol... Ott van, fa... ott ja, van, ja, az van, azt hittem, hogy az van. oldalról szívja le. Nem nem, 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 ott van, tehát így átjön rajta a gőz, ott csapódik is ki valamennyi kondenz nyilván, és... Hát akkor ez a... olyasmi, mint régen volt a szipka, az, ami ilyen kis aktív szén volt benne kis golyócskák, ugyanez csak ez valami illat, pasztillák vannak oda. És ez ilyen, tehát ilyen dohányos íz, és akármit szívsz vele, tehát ma például mentolt is próbáltam, és a mentóhoz is hozzáadja ezt a, nekem nem tetsző, de hogy hozzáadja ezt a dohányos felhangot. Tehát ez ilyen ér érdekesség volt a számomra. Az íze, tehát és tudod, így jöttem a repülőn és így azonnal beugrott, hogy Hát basszus, ezt tényleg az ízesítetlen likvidekhez találták ki ezt a, a, drip tippet. Majd körbefotózom, mert hoztam fehéret, meg átlátszót. Tehát az átlátszóban tök jó látszik, hogy hogy, hogy, hogy is működik ez a, ez a sztori. Az látszik a piacon, hogy mindenki a, készül a, az, az dohánytermékek piacára, tehát millió egy ilyen alternatíva volt a mentolos cigarettapapírtól, érted, a, a dobozba, a cigarettás dobozba vagy a dohány zacskóba behelyezhető ilyen ízesítő lapig bezárólan, ezt a finnek gyártják, olyan, mint egy autóillatosító, egy lapka, kibontod, beleteszed a cigibe, lezárod, fél óra múlva kiveszed, és az egész, pakli átveszi ennek a, az, az, illatát, vagy az ízét. Tehát így lehet mentolos, seris, vaníliás, amit akarsz. Ami megdöbbentő volt a számomra, az a multik hozzáállása az úgynevezett új generációs, tehát dohánytermékekhez. Ugye a, a multik ide sorolják az e ide sorolják a, a hevítőket. A Philip Morris az egy szál cigarettát nem hozott a kiállításra, csak az ájkoszt. Tehát semmi hm. más nem volt a Philip Morris stand, büdös nagy stand volt, és csak az ájkoszt. Tehát még az se volt kiírva, hogy Philip Morris, csak egy hihetetlen Icos föliratok mindenhol, és fehérbe, feketébe kipróbálható a, a készülék. A a, ezt sose tudom jól kiejteni, Charlie, a British American Tabakkót. Ameri Igen, a British American Tabakkó belül uh, volt tám, három új csomagolású uh, hagyományos uh, uh, dohánytermékük, tehát ilyen eszement, várja csak, 27 szálas cigarettás doboz, tehát ezt így, így, azon, így megálltam, és így csodálkoztam, ez mi és aztán mondták, hogy hát ez, ez az, hogy ugye háromszor kilenc sor fél be a dobozba, és hogyha emelik Németországba a cigarettálat, akkor kivesz kettőt. <laughs> és akkor húsz, tehát érted, tehát így készülnek. na, szóval uh, eszméletlen volt. Viszont kívülről a standjukon csak a vibe volt, semmi más. Tehát körbe a standjuk, az csak e-cigaretta vitrinnel volt körbepakolva, hát ugye egy van nekik a vibe. Aztán láttam egy teljesen új céget, aki ilyen, ilyen ego stílusú, denyakba akasztható, ilyen mindenféle fiatalos színű cigarettával volt kint, tehát nagyon jellemző volt a TPD miatt ez a egy készülékre, ez a VIX nevű ecigi volt, soha nem láttam még. Egy készülékre koncentrálunk, és azt próbáljuk tolni a piacon. A mi hagyományos kínai partnereink is innováltak, egy nagyot, nekik van egy zseniálisan jó zárt rendszerű kazányuk. Arról azt hiszem, Charlie, küldtem is neked képet, hogy tehát ez, a, ez a nem tudom, hanyadik lépés lehet a guminő felé, hogy olyan cannabis, öh, 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 olyan kanabisz folyadékot szívtunk, amiben nem volt THC. Az a zöld valami volt, nem? Az a zöld, és de képzeld el, hogy, hogy ez ilyen ruskós volt, tehát öh, fogtad a, a, ezt a betöltött patront, és így rázogattuk egy ilyen öt percet, amíg el nem tűnt belőle ez a ez a leülepedett anyag, és hát nekem inkább a zöld teára hajazott, mint mondjuk nem is tudom, a fűre. De az egy érde... Nyilván nem ez volt az innováció, hanem hogy zárt rendszerű volt a, a kazán, <coughs> illetve a patron. A, a másik kínai partnerünknél pedig megjelentek az úgynevezett kerámia ö, vattával készült készülékek. Tehát olyan, olyan, betétek, amiben már nem kerámia cső, meg nem izé van, hanem ez a kerámia vatta. Egyébként egészen jó íz, gőz hatásuk volt ezeknek a, a cuccoknak, és volt színes kijelzős készülékük is. De engem ez a emlékszer egyszer beszélgettünk róla az első színes Siemens telefonra. Igen. Tehát, hogy, hogy van benne zöld, piros, sárga, kék szevasz. Ennyi egy ilyen OLED szintű panel, csak hogy már így vannak rajta színek. Na hát nagyjából ez volt. Hagyományos dohánytermékből, ami nekem szemet szúrt, és már beszélgettünk róla, hogy a magyar trafikokban is megjelent, hogy írdatlan mennyiségű a fűhöz való kiegészítő papír, tölcsér, szipka, nem tudom én mi, tehát brutális mennyiségben. Tehát a ravnak olyan, olyan fölfújható dzsangákat adtak, érted? Ilyen másfél méter, tudod, mint a strandlabda, csak ez ilyen dzsanga alakú cucc volt, fölfújtad, és volt kint egy, egy landroverük, aminek föl lehetett mászni a tetejére, az egy ilyen rav landrover volt, és akkor ott lehetett fotózkodni. Kubaiak voltak, ami számunkra is újdonság volt, hogy a kubaiak megjelentek egy ilyen kiállításon, de mindjárt úgy, hogy egy kamiont oda parkoltak az elejébe, illetve az oroszoknál van egy, egy új ilyen szivarmárka, ők valami brutális rongyrázással jöttek oda Dortmundba, és hogy így a, a cigarettákról így elterelődött a hangsúly. Tehát nekem tavaly rengeteg cigaretta volt, az idén inkább a, hogy is mondjam, a, a, a sokkal... A, a, drágább dohányáról. Az exkluzív dohányáruk felé terelődött el a kiállítás, rengeteg szivar, szivarka, illetve kézisodró dohány. Tehát nem ezek a tölt töltik és cuccok, hanem a kézisodró dohányok és a hozzávaló papírok. Kézműves cigaretta. Kézműves cigaretta, hogyha úgy tetszik, és a hozzávaló cuccok és mondom, az, az látszódott, hogy a, az e kiállítók ö, kevesebben voltak, és, és a kicsik ö, rettentően hiányoztak. Legalábbis nekem, mert, mert ö, tavaly tényleg egy ilyen nagyon nagy pörgés volt az e-cigaretta fronton. Hát nagyjából ennyi volt dortmund, érdekes volt és tanulságos mindenféleképpen. Nem tudtuk nem észrevenni Charlie-val, hogy eredeti ígéreted ellenére mégse szereztél nekünk belépőt, nem mintha el tudtunk volna menni. Mm, de de azért bármely az nekünk is. se volt. Tehát a, a nem működött rendesen az online jegyvásárló rendszer, és odaértünk, érted, és be voltunk regisztrálva, de nem tudtunk jegyet venni. Odaértünk, hm. és ó, Charlie, tehát a szíved repdesett volna, 24 darab ilyen az épülnek tudod, ez az egybe monitoros, az nem tudom melyik gépe. meg, de az Apple az még mindig. Apple, jó, mindegy. Épül az Apple, és 24 darab ilyen gép volt, ahol a, a regisztrációt, meg a jegykiadásokat intézték. És oda mentünk, és mondja a nő, hogy hát akkor, ha be vagyunk regisztrálva, akkor kér bizniszkárdot. És akkor mondtam, hogy passzom, És ott jutott eszembe, hogy a névjegykártyákat itthon hagytam. Pedig hát ezen a, egy ilyen kiállításon a legfontosabb kell egyébként a névjegykártya. És nem csak én voltam így, hanem egy másik kollégám is. És alig bírtuk elmagyarázni, hogy ha nincs nálunk a bizniszkártya, de a személyigazolványunk itt van, az nem lesz jó metód, Arról ütötte be a nevedet. És hogy elkezdte ütni a nevet, már mindjárt dobta föl, hogy regisztrálva, vagy, vagy nem a rendszerbe, és a kót vettük meg a a jegyet, úgyhogy ez egy nagy kaland volt, és egyszerűen már tolmácsot hívtak, már né németről fordítottunk németre, már minden volt. Mire megértett a nő, hogy de hát ez én vagyok, tehát de érted, odattam volna egy névjegykártyát, am amin az a név van, ami be van regisztrálva. Az, az roppant okay. hiteles, igen. Igen, az roppant hit hiteles, de, de hogy a, a személy az olvány. És azzal védekezett a csaj, hogy azon nincs rajta, hogy, az, hogy én annak a cégnek vagyok a a zakárki. Hát Mert nem volt. tud bárki beúrani egy tíz perc alatt, hogy hívják, -hát, vagy gyártó. Egyet. Kis sarki üzletbe. Na, Ennyi fifika nincs nálad névjegykártya, akkor Gyakor... George Orwell van ha, 1984. nem személy vagy. <laughs> nem vagy konkrétan. <laughs> Na, belecsapjunk, gyerekek. Csapódjunk bele. Ja, Hol kezdjük kicsit? Hát az elején, Krisztián. Tényleg? <laughs> Na, tehetségtelenek vagytok, megmutatom, milyen egy showrunner. Na, Krisztián, légy szíves, fifikával, oszd meg a perről készült anyagot a fejedben, most már, hogy egy hét távlatából tekinthetsz vissza rá, kevésbé felfokozott hangulatban. Jó, köszönöm szépen a felvezetést. Olvasgattam sokat a, 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 nefinek a két oldalát, és sokat nem változott a véleményem egyébként, sőt, szinte igazából nem változott a véleményem, így egy hét után újra olvasgatva is teljesen azt a benyomást kelti az egész, hogy hogy a, a klasszikus védelem súlykolják minden második mondatba a, az életérzést, hogy ennek az egész adatigénylésnek semmi értelme ez, kérem, ennek semmi értelme, ennek az embernek semmi értelme. Hát én kiadnám késem. egyébként csak, de hát most mégis bíró úr, hát ez hülyes, ez hülyék ezek, de én odaadom, de hülyék. Hát ezt így nem lehet. Ez az egyik, meg a másik, meg a, 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 amit szintén mondtam múlt héten is, ez a tekergőzés. Tehát milyen kis si, sikamlós, kis kígyóként, hogy jó, de ha nem ez, akkor az ugyan nem mondtuk, de legyen inkább így. Úgyhogy egyetlen egy dolog van igazából, ami miatt én nagyon körbe jártam megint ezt az egész kérdéskört. Ugye tavaly a. Az szabadság, az törvényt módosította a Fidesz-KDMP, és belevették azt a kitételt, hogy amennyiben egy döntéssel kapcsolatban későbbi döntés is várható, akkor vonatkozik rá a, a, a titkosítás, és szerintem ez lesz nekik a, 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 a csúcs übervédekezésük, hogy de hát ez. És körbejártam ezt a kérdést is, és az van ezzel igazából, hogy, hogy ez két alapvető jog, alkotmányos alapvető jog ütközik itt egymásnak. És a, az egyik ugye magának az intézménynek, illetve az intézmény alkalmazottainak a, a szólásszabadsága, hogy befolyásmentesen tudják előkészíteni a kis anyagaikat és erről szólna igazándiból a döntés előkészítő adatok védelme. A másik meg az én, illetve minden egyes állampolgárnak a, az informált döntéshez való joga, illetve a szólásszabadsághoz való joga, amelynek előfeltétele, hogy tisztában legyen minden információval, tehát egy átlátható működésű közigazgatási rend segítségével tájékozott legyen, és így ki tudja alakítani a, a, a saját véleményét a dolgokról. És hát itt ugye egyetlen egy intézményről van szó, és, és sok millió emberről, akit alapvetően brutálisan befolyásol, hogy ők mit kommunikálnak. És, és az egész a végén oda cseng le, hogy, hogy nem véletlenül bíróság, tehát itt a bíró fog a végén dönteni, mindenki fősorakoztatja a kis érveit, és én továbbra is úgy érzem, hogy, hogy abszolút -e jól állunk, mert az egyetlen egy érve, ami távolról is életképes a, a, a nefinek, az ez, hogy, hogy mi itt még döntéseket fogunk készíteni. Egyetlen egy probléma van ezzel, hogy nem ők fognak ezek alapján döntéseket hozni, hanem más közintézmények, és ez egészen más elbírálás alá helyezi ezt az egész történetet. Úgyhogy körbejártam megint, mimáron higgadtam, és szépen elkezdtem sorba venni, hogy oké, ez ezért nem igaz, ez azért nem igaz, és ha már ők ilyen kedvesek, hogy kvázi hülyét csinálnak belőlem két A4-es oldalon, akkor megeresztettem a szavakat én is, hogy nehogy véletlenül bármi kimaradjon abból a történetből, ami a bíró elé keveredik. Úgyhogy így, szerintem, szerintem továbbra is jók vagyunk. Mikor érzed már úgy, már... hogy kész lesz? Hát figyelj, 30-áig le kell adnom. Én ezt a hétvégén szeretném befejezni, talán esetleg át fog csúszni egy kicsit a jövő hét elejére, de nem szeretném az utolsó pillanatig húzni, mert ugye minél hamarabb adom le, én annál hamarabb kell a nefinek is reflektálnia rá, és annál több idő lesz a végső nagy szóbeli ütközetre, összecsapásra való felkészülésre december 1 Azért Valahogy gondolnám, mert hogy telen. akkor akkor átküldhetnéd végre, hogy ki tudjam nyomtatni. Igen, 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 hogy meglegyen a három példány, bizony, bizony. Hál' Istennek a, a, mellékletek azok nem változtak, meg a fedlapjaik sem, úgyhogy azt egy az egybe tudjuk fénymásolni. De igen, küldöm Charlie, amint megvan. Hát az is jó, hogyha a melléklet nem változott, akkor azt át és akkor abból mit tudom is, ha nálad van egy, akkor abból még kettőt nyomtatok, meg a maradékból kinyomtatok ötöt. A rendicsek, rendicsek. Hogy nem hogy azt mondják, hogy ó, hát három kéne, meg még kettő az irattárba, meg egy csak úgy olvasgatni, meg egy összegyűrni, meg egy firkálni rá. Nem, nem, három példány kell. Egy nekik, egy a felperesnek, egy az alperesnek. Így, így van. Na ennyi volt, úgy, Ja. Hogy én Krisztiánnal beszéltem rögtön a... Hát nem rögtön, tehát már én nem bírtam ki, és fölhívtam, hogy mondjál már valamit, hogy mégis mi történt, és akkor még rettentően be volt indulva. Ideg állapotban volt. Ideg, ideg teljesen, teljesen ideg állapotban volt. Én egyébként sejtettem, hogy, hogy valami turpisság lesz a, a dologba, és hogy ez nem fog ilyen simán, nem is tudom, végbe menni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kemény, nem kemény, várakozással teli hónapoknak nézünk elébe. Nekem ez a véleményem. De tudjátok, hogy én mindig ilyen letörő vagyok, vagy, vagy hangulatrontó, vagy nem tudom, vagy, vagy realista. Ezek közül tetszőlegesen választható. Ja. Ja, 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 hát ugye, ahogy bíró dönt, tehát prezentáljuk a tényeket, és a végén ő fogja eldönteni, ami ellen egyébként bárhogy is dönt, lehet még fellebezni, úgyhogy valahogy lesz a, a, a dolog. Én azt gondolom, hogy tényleg egymás mellé téve a tényeket Nincs az a, a logika mentén működő ö, ember, aki nem azt mondaná, hogy hát sajnáljuk, kedves Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, de ez bizony sovány, sokkal-sokkal-sokkal nagyobb közérdek, hogy az emberek megismerjék ezeket az információkat. De hát meglátjuk, meglátjuk. De hát itt lesz itt rengeteg tárgyalás, meg minden. Ugye a október 18-án jön az Egyesületi Adany Adatigénylős PER. Majdnem minden hónapra jut valami izgalom. Köszönjük, Krisztián. Nagyon szívesen. Az, az, izgalmakat. Ne, nehogy unatkozzatok itt nekem. Ne, nehogy, nehogy, már unatkozzunk. Hát azért annyira nem unatkozunk, hidd el. Mert a T-2-be már bőven belecsúsztunk, és még mindig nem tud elindulni a támogatói értékesítés. Ö, ami az én saram, igen, de már kezdem utolérni magam. Hát, kezd kezded unni. Így nehéz lesz, hogyha unalomból nyolc oldalakat írogatsz nekik. Úgyhogy. Ja, most éppen kicsit rövidellem a leveledet, és kicsit sok nyitott kérdést engedsz hagyni annak, akinek elküldted, aki. Éron egyébként, de rá kellett volna kérdezni, hogy akkor te hogy gondolod mindig ezek a mondatok hiányoznak, és, és ezért kell még majd utána öt kört futni, mert nem fogja kimondani, hogy ő hogy gondolja. Ah, igen, ezt megtanultam volna, hogy a múltkor is akkor értünk el eredményt a válaszok terén, amikor... Mikor direktben megkérdeztük. Igen, igen, <gül> igen. <gül> De most már tényleg, tehát a, az indulás az, az mindenki írjon, akkor is, hogyha a spamébe landol, írjon Mujónak az üzenő falára, hogy mikor indul már el, ne, ne írjatok neki, de tényleg már csak hangja hónajnyi választ el attól minket, hogy elinduljon a, a, mindenféle dolog. Egy dologra várunk, hogy azt mondja Éron, hogy oké, okay, induljon, mehet, weboldal, és a többi kész van, elő van, fel van készítve arra, hogy Elinduljunk, csak csak a magyar feliratra várunk, meg arra, hogy mondjon valamit a a, a financiális oldaláról a, ja. a, a dolgoknak. Ö, és a mi oldalunkon meg, amire olyan büszkék voltunk, azok elfogyott a büszkeség, és folyamatosan né, nézem, fiúk, már megint nézem, nézem a matekot, és mínusz öt számjegyben vagyunk. Ajj, 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 ajj. Nem egyszerű dolgok ezek, ahogy csorognak befele a válaszok az ajánlatkérésekre, és ahogy Charlie én, lelki szemeim előtt látom, hogy mint a cirkuszba a tányér zsonglőr, hogy már a 87. tányérral zsonglőrködik, csak tányérok helyett ajánlatok vannak a, a, a kis pálcái végén. Ezt Charlie-val beszéltük, hogy ez megdöbbentő. Tehát komolyan mondom, sokszor úgy éreztem, ahogy olvastam ezeket a, az ajánlatokat, meg az ajánlatokhoz adott kiegészítőket. Ja, meg hát mi nem is úgy gondoltuk, hanem hogy izé, mintha, mintha ez a, tudod, a hiánygazdaságban élnél, és ő azt kér, amit akar. Tehát neki, nekem nem is fontos, hogy ott az a két óra, hát úristen, nekem ott meg kell mozdulni, akkor fú, hát nem... Tehát eszméletlen, tehát egy lakodalom, állítom neked, hogy kisebb költségvetésből kijön, mint egy filmpremiér. Két órája. Két, kett, kettő, kettő óráról beszélünk, tehát érted, hogy két órába mi pénzt be, be kell tolni, arról, arról halvány fogalma nincs senkinek, és Dehogy nem, dehogy de, nem, nekünk. De, Charlie-nak, Charlie és hogy, hogy tényleg ez a, ez, ez a, már nem is tudjuk, hogy hova kapkodjunk, de, 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 hogy akkor, akkor hát csak helyszínt kell váltani, mert, mert ott helyben egyszerűen képtelenség megoldani, mert, mert én azt mondtam akkor is, hogy hat és fél ezer forint egy gyerekek, egy vacsora, éjfél utáni, hidegtál, nem tudom én, a fogyasztása, van egy, egy lakodalomba, hogyha 200 főre kéred, érted, és visonganak a, a, az étterem tulajdonosok, hogy de jó, hogy az a hétvégéjükre van valami program. Itt meg, öcsém, hát komolyan, mintha ők tennének neked szívességet. Szóval valami na, szerintem egyébként föl, fölháborodott. Tehát én, Charlie őrjöngött, én meg csak simán fölháborodtam azon, hogy milyen parasztok vannak még ebbe a... Fikika. Történt. Most megvilágosodtam, megvilágosodtam, uraim. Vége a filmnek, buszra ültetünk mindenkit, és egy vaper esküvőre levisszük érni. <laughs> <laughs> Az milyen lenne? És itt a toroskápoztott, a tejfő mellette, kenyér, vigyed, egyed, ott a pálinka, Hazai. Magad Eladó menyasszony. <laughs> igen, igen, igen. Ö, mert hogy. Ö, amiről beszéltünk múltkor, hogy alkoholos. Én még ezen nem tudok napirendre térni, segítsetek megérteni. Vagy, 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 hogy, vagy, hogy, mi merre, hány méter, na. Hát keményebb ez, mint az orosz tél. Na. Hogy ott volt egy olyan sor, hogy coffee break, amiben van 5 gram. 5 gram, basszátok meg, 5 gram. Azt még egyszer elmondom. 5 gram kibaszott sós, vagy édes, vagy anyám kínja. Kávé. 5 gram, tehát ezen így próbáltam magam én is túltenni, érted? 5 gram, tehát így elképzeltem magam. Isten bizony, megnézem a mérlegen, hogy az mennyi. Figyelj, Pablo, Pablo Escobar egy délután alatt többet szívott fel az orrába, mint 5 gram. Na. Szóval... Igen, hogy... És akkor van pofájuk odaírni, hogy izé, hogy korlátlan italfogyasztás, tehát ilyen ásványvíz, üdítő, tököm, tudja. Majd a sor végén megfigyelem, hogy fél óra. Hanno, figyelj már azt, milyen fél óra ez, hogy kávé, meg 600 forint. Hát, hogy, hogy a, a, szünet, mondom, de figyelj, elmondtam az elején, milyen szünet. Film, bazd meg, ez nem egy ember tragédiája, ahol két 20 perces szünet van, egy film, bazd meg. Tehát a végén kell, és van, aki autóval jön, és az nem fog inni alkoholt. Erre adjál nekem megoldást nem nagy feladat, hogy tehát én nem akarok izét azt, amit mújóval dobálóztunk Ausztriába, beluga kaviárral, meg szendóval, hanem hogy csak ilyen egyszerű dolgot, hogy kávé, mentes, meg alkoholos italok, meg akkor valamilyen tényleg ez a fölcsípek egy pogit, vagy tököm tudja, és ez két-három órára. Mennyiné tartunk, fiúk? Mennyiné? 860 ezer? És bocsánat, plusz száfa! egészen, egészen sokkolóak ezek a számok. Hát, hogyha valaki, valaki, most már értem egyébként a közterületfelügyelőket és a rendőröket, amikor a firkáló grafitiseket nyakon csípik és bekaszlizzák őket. Mert valóban kibaszott nagy értékeket tesznek tönkre, amikor egy B1-es moziplakátot összefirkálnak, mert egy kurva B1-es moziplakát, amiből nekünk tíz darab kell, darabja négyezer forint. Az összeset, az összeset életük végig börtönbe rohadtani meg. Négyezer forint egy plakát. Tíz kell belőle, negyven. Hello. Az olyan tételekre, fiú, kise merek térni, amit tényleg egyszer használunk az életben. A fotófal a grafika 120 ezer forint. Csak ez az egy grafika, amit eltehetsz tök jó. Csak utána mi a bánatos szomat fogsz vele csinálni? Hát úgy oda kirakhatod, félbe hát a, kétszázadik, mert... a 200 podcasten így kihajtod, vagy nem, fogalmam sincs. Tehát. Igen. <kül> A... Nem, hát ezt azt beszéltük a múltkor, hogy ilyen, hogy hívják a fehér filccel, mindenki aláírja. Jaj, Krisztián, várj egy picit, az még ebben nincs benne. Nagyon drága ajándék. Az még ebben nincs benne, sajnos. És akkor tegyük össze, Fifika, Krisztián, neked mondom, ugye láttátok a passzon, ott van a, az én logóm, meg a villanypár Egyesület logója. Mondtam a srácnak, uh -huh. hogy figyelj már, keke, valamit kicsit, próbáljunk már meg dizájnolni, ez, ez már annyira outdated ez a villanypára egyesület logó. Persze, persze, tudunk, tudunk, várj egy várj egy látom, hogy valamit nagyon keres. Megvan, megvan, és azt hittem, hogy valamit elém rak. Hát igen, elé rakta az óradíját a képernyőnek. 200 ezer volt nettó a, a kreatív tervezése egy darab logónak. Figyelj, jó lesz ez, jó lesz ez, tedd aztán majd valami lesz. <tos> <tos> baráti alapon ezeket megcsinálta, csókolom innen is drága lelkét, de tényleg kibaszott jók lettek szerintem. El nem tudjátok képzelni, hogy mi meló volt abban a kurva fotófalban. Vágásokat nézett, hogy nem vágja szét a mintát, ugye, mert ez csíkokból kell összeilleszteni. Fönt hol vannak az emberek fejei, ahhoz képes, hogy ne nézzen ki hülyén, meg a felirat, amit Éron kért. Ó, volt meleve, vele meló. Úgyhogy a logó már ne ragudjatok, nem fért bele, de, de, a hátára majd valami kéne, valami, 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 valami szöveg. Premier után, Charlie, te elmész téli álmot aludni, azt tudtad. Ne, lehet, hogy vége a filmnek, kimentek és elmentek a after helyre. Figyelj már, figyelj már, nem láttad Charlie? Ö, a moziba láttam utoljára az egyik könyökéni. Így csinált. Én ott a sötét moziteremben el leszek. Mm. Úgyhogy nem tudom. Ez tényleg csak azt tudja megérteni, aki így a napi történetekben részt vesz, és látja, hogy így ez olyan, mint egy ilyen kártyavár, tudod, hogy így fölépíted, aztán valaki így kihúz egy lapot, hopp, ez nem az, és pám, aki, aki nem látná át, akkor azok ilyen Ilyen 20, 30 nem sok 20-30 soros sítek, de ebből van 2, 4, 6, 8, 9, és mindegyik síten van olyan mező, ami a másikra hivatkozik. Egy másik, mező, másik sítnek egy mezőjére, ami borítja az egészet. Ah. Erről megint a dűne mentátjai jutottak eszembe. Igen az élő Figyelj, láb, hogy lehet, elosztán, hogy a Charlie elé. úgy fog kidézni, mire a premier lesz, mint a, a Harkonnen ház mentátja, csak így pörgeti így az ujjait, és, és azért, ilyen révet szemekkel néz magá elé, és úristen, úristen, úristen. Úgyhogy benne még mindig egy hatalm, több hatalmas kérdőjel van, az egyik az a kétering, Uh, és uh, azt, akkor a jegyárakról nem is beszéltünk még, ne is beszéljünk mert még, még bo borzasztó nagy kérdőjelek vannak itt pont a mínusz 5 számjegy miatt de ugye ki kell találni, hogy hogy jó legyen, hogy uh, ne az legyen, hogy mi ülünk ott tizen, mert más nem tudja megvenni, mert oda vágnánk mindenkinek egy tízezer forintos jegyet akkor hát, lenne itt minden csoki szökőkútól kezdve a pesgő folyna a falon, de, de... Az kevés, hogy, hogy oda hanem hogy ki is fizetik, tehát... Igen. Olyan egy picit ez, mint egy nehéz szülés, egy 15-ös ikrekkel való terhesség. <laughs> Férfiaknak úgy mondanám, mint egy félig bent ragadt székrekedés. Ö, Jó, hogy el tudják képzelni? Ó, mi? Mostanában volt ilyen probléma? Nem, nagyon-nagyon régen volt, de amíg élek, nem felejtem el. Kihordtad ki a lábon? Meg, lábon? Megszülted, megszülted, a, a kicsi mújót? Jaj, na, fiú, mutka mondta valaki, hogy fingás volt az adásba fú, most Igen, már... Igen, no, ne beszéljünk erről. Most már majdnem, nem. belekeztem. a kibontásában a történetnek, de nem tartózkodunk tőle. Fogd vissza magad, Krisztián. Abszolút. Abszolút. És amikor, amikor, hogy eszembe jut, ilyen apró tételek, hogy nyakpánt 15, belépő karszalag még 13, belépő passz még 30, plakát 40. Ezek úgy a pillanatok alatt összejönnek most nézem az összes rublikát, kiejthetem a számon a mostani végösszeget? Ké Változni fog, de nyugodtan szerintem. Persze, persze. 1.768.188 forint. Ö, ja, nincs senkit, benne. Várja, bocsánat, bocsánat, sen... én kérek elnézést, nincs benne a kétering, az meg akkor... Krisztián, gyorsan meg tudod nekem brutósítani a... Vagy én tegyem meg. Mit? A 780-at? Nem, 860. 860? Hát csak már nem 275. Egy millió, mondja, 1 millió, környékén. 1 millió 092, 1 millió 092, 000. 2 millió 860 ezer forint. Na. És még akkor nincs új laptopom. Úgyhogy tényleg Na, valami... Jó, hát ott... ja, valamit meg. villantani kell most már Éronnak is, nem tudom. Én azt kezdtem el mondani, hogy senkit ne gondolja azt, hogy, hogy ezt, ezt a, a pénzösszeget a jegyárbevételből tervezzük összehozni, az nyilván csak egy, nem is tudom... Töredéke? Az, Töredéke lesz annak, amiben a, a premier kerül. Uh, valaki nekem föltette azt a kérdést, hogy és mit várunk tőle, és mi lesz ennek a. Bocsánat, a... bocsánat, ha mégis a jegyárból akarnánk, akkor készüljetek, Winter is Kamin 7000 forint lesz egy jegy. <laughs> egy jegy. <laughs> De nyilvánvalóan nem nem ez a szándék vezérel minket. Mit kérdeztek tőle? Uh, azt kérdezték, hogy hogy Mit várunk ettől, vagy mi lesz ennek a, a hozadéka, vagy a, a, a haszna, vagy nem tudom? Én személyesen Jézus második eljövetelét várom, vagy hát most erre mit mondjak? Hát tényleg? Tehát, hát a semminél több. Uh, a, semminél a semminél több. Többet, millió százalékkal több. Többet ér, uh, nyilvánvaló, és hogyha esetleg uh, eljut azoknak a fülébe, szemébe, akik bármilyen helyzet, vagy döntési helyzetben, vagy, vagy lépéselőnyben vannak a, a történet, történet, történet kapcsán, akkor már megérte egyrészt. Én mondjuk titkon nekem mindig ez a, a dédelgetett álmom, hogy a, én, én azt várom, hogy, hogy egyszer ez egy, egy igazi nagyközönséges film legyen, amit sokan meg fognak nézni. Még ha a piaci viszonyokon nem is változtat, de hogy az emberek fejében kialakult véleményen, állásponton ez a film tud változtatni, azt az előnyét szerintem nem szabad degradálnunk vagy elvennünk tőle. Úgyhogy igen, én azt várom, hogy ennek egy véleményformáló szerepe legyen, nem nekünk, mert mi tudjuk, hogy miről van szó, hanem azoknak a fejében, akiknek erről lövésük nincsen. Akik kizárólag eddig a nefi oldaláról tudtak tájékozódni a témában. Igen, igen. tehát nekem, nekem ez lenne a leg, legnagyobb hozadéka ennek a, az egész challenge-nek, és épp eszű ember, aki aki e-cigaretta környékén mozog, az, az most ebben az egy dologban oda kell, hogy álljon mellénk bármilyen módon. Tehát még ha csak kimegy és lengeti a szelet felénk már, már akkor is, de tegyen valamit. Én ezt gondolom, úgyhogy részemről ennyi. Remélem mások is így fogják ezt gondolni. Ez gyönyörűen összefoglaltad, magam so tudnék, mit hozzáfűzni jobbat. Mert, mert olyan tudatlanok és alultájékozottak vagytok, hogy borzasztó. Egy dolgot felejtettünk el, fiúk. Mi volt vasárnap? Csózi Film Fesztivál. Csózi És... Tehát elhozta az... a legjobb nemzetközi dokufilm kategóriában az aranyat. Hát Bezond. más se tud, mert nincs ez is meg bronz. Elhozta, megnyerte, megvan. Négy darab díj van összesen, az ötödikben finalista, és, és ott volt ugye a National Harm Reduction Film Festival, ahol pedig benne volt a kiválasztottak között. Négy díjunk van. Egészen Ausztráliától át. Dél Afrikán, Dél -Afrikán hát minden kontinens. Mind, ja, ja, tegyük hozzá, nálunk ez nem fér bele a dokufilm kategóriába. Igen, igen, igen. 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 Uh, valamit tudnátok mondani a tudatlanoknak, mint például én, uh, mert ugyan láttam, és uh, uh, lájkoltam, like meg, meg, meg is osztottam a, a díjat, csak én önmagáról erről a fesztiválról nem sokat tudok. Én sem tudok olyan szörnyen sokat róla: A Eron elmondása alapján tudom, hogy az Afrika, hát maga a kontinensnek az egyik legnévósabb filmfesztiválja, dokumentumfilmfesztiválja. Azt mondják, Ennyi. hogy. Nem, nem mozgok otthonosan az afrikai témákban. Én, én, én direkt olyan rendes volt az tesó, még kint élnek egyébként pont Johannesburgban, és megosztottam neki azonnal, és azt nem tudom, hogy elmentek-e, mert azóta nem beszéltem vele, de ő tovább is osztotta, és remélem azért volt egy pár néző. Egyébként, ha megnézitek a a nevezetű domént, ez a sajátjuk, és már frissítették is, ott van a győztesek között negyedik sorban, közvetlenül ilyen prominens filmek között, mint az Amagugu, Nzuzo Sandu, vagy a Tabula Ráza, Sándor Csoma. Figyelj már! Sándor, e ez magyar, nekem gyanús. Ez nekem gyanús. Sándor Csoma. Igen. De. Ott van a kettő között Billion Lives, Aaron Biebert, Best International Documentary. Most erre rá fogok keresni, erre a tabula rázára tök off, de a Best Student Film kategóriában nyert. <köhem> magyar, magyar, ha, magyar a én többet nem is tudok elmondani az azért eléggé emeli a film Ázsióját, hogy igazából amerre jár valahonnan valami díjjal jön haza, vagy megy haza elég Kúha, cool. Tabula tabularáza, ez olyan ez olyan ö, magyar, Rómeó és júlia erdély, 1990 Emma és Ábel között szerelem szövődik a szülők múltjában azonban a sötét titok lappang rendező Csoma Sándor Magyar, teljesen magyar, Tóth Levente, operatőr, Knap Dávid Vágó, és a többi, és a többi. Ja, ugye a rendező Csoma Sándor, és nem a igen, kérdés nem, a... nem, 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 nem. Nem, 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 ez, ez, egy magyar... ez, ez, hogy, hogy nem volt nálunk uh, vezető hír. Ó, és most nézem, ott van a fényképen Éron is. Hát ez nagyon jó. Most ezen meglepődtem, és akkor valaki így magyar kezet rázott ott már vele. Bakker! zsír. Szóval... A tabularázának van a magyar Facebook oldala. Igen, 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 igen. Oké. Okay. Jó, ezt lehet, hogy betesszük a kultúrába, Charlie, mit szólsz? Persze, ezzel? hát nézd meg, mire nem jó egy A Billion Lives dokumentum. <laughs> mire nem jó? Mindenhol magyarok vannak. Mindenhol... Elmegy Dél-Afrikáig, és felénk irányítja a reflektort. Igen. De tényleg egy hírmorzsát nem ö, olvastam róla. Szóval itt vagyunk még mindig a, a majdnem három milliónál, és ez biztos, hogy lesz három. Mert. mert... Barzasztó tételek. Barzasztó tételek. Tehát azt nem tehetjük meg senkivel, de jól, é jól gondolom, ugye, hogy azt mondjuk, hogy. Te... Elmondom, hogy mi az én problémám, Hogyha valaki soknak gondolja a nyolc-hatvanat, akkor akkor csak annyit netót, akkor annyit mondok, hogy te vezettél, vagy mújó, te nem iszol alkoholt és iszol üdítőt, a másik inna pesgőt, de mikor vége a filmnek, akkor egy közös pesgős kocintás azért kijárna. Ennyi az összes tétel, ami benne van, és ez kerül ennyibe. Tehát üdítő, alkoholos és egy pesgő. Wow! Brutál, brutál. Úgyhogy én rá ja, ennyi, ennyire ne dagonyázunk egyébként most az önsajnálatba itt a szervezés környékén, mert azt a téves üzenetet fogjuk közvetíteni, nehogy Isten még a végén, hogy baj van. Hát baj nincs, meg pénz se. <laughs> Nem, hát mindent megoldunk valahogy, csak csak akkor... Na, Kemény dió. A tényleg, amit Fifika is mondott, hogy valaki mondta, hogy izé, hogy, hogy mi, mi lesz ettől jobb. Hát egy csomó dolgot fel tudnék sorolni, ami értelmetlenül meg lett csinálva, akármi, nem csak ilyen is, aztán nem lett tőle jobb. Ennek még értelme is van. Aztán lehet, hogy ettől se lesz jobb, de például nekem van egy pár ember, akivel direktbe fölvettem a kapcsolatot, Ö... akivel direktbe fölvettem a kapcsolatot, igen, és melyik sítre megyek, a VIP díszvendégek, és például az a jó, hogy olyan emberek jeleztek már vissza, mint például a Szirmai Gergőt ismeritek-e? Uh -huh, nekem meséltél róla, úgyhogy most már igen. Akkor neked is mondom, Fifika, ő, 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 egy ilyen, hát csúnya szóval élve ilyen megélhetési YouTube blogger, Hollywood News Agency egyébként a csatornájának a címe, 300 ezer feliratkozó, tehát több mint 300, és, és ő egyébként a, 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 ott végzett, mi van az Uránia fölött? A filmművészeti, filmművészeti egyetemen? Film igen. Visszeti. Filmművészeti egyetemen végzett filmkritikus, tehát ö, a, a, a videoblogján is ö, ilyen témákat vonzogat, filmeket, ö, szereti a doku ezért pont őt meg is tudtam ezzel célozni. Köszönöm az ajánlást annak, aki tette, már nem emlékszem, hogy ki volt. Úgyhogy tőle már van név, neki már mehet az RSVP, majd ó, RSVP, RSVP, meg kell szülni a szöveget, RSVP. Olyan alacsonyak lettek a hullámformáim, a hangosabban kéne beszélnem. Ha, ugye? Már saját magadat altatod el. Így bizony. Na, menjünk tovább. Menjünk tovább, menjünk. pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e még ABL fronton valami? Hát ha valakinek az ötös lottó rászakadta a bankszámlájára, akkor egy ilyen kis de objon már ide, na, valami. Tabularáza. Ezt nem elfelejteni. Jó. Tabularáza. Ö, annyit még hozzátennék, hogy ez magyar-román produkcióban készült rövidfilm. Akkor ez olyan, mint a hányás. A hányásban van répa, a románban van medve. Biztos lesz benne egy medve. Na, de ha már itt tabularázásztok, a tabularáza ugye tiszta lapot jelent latinul, és ha valamire ráférne egy tiszta lap, az például az elektromos cigarettának a története és az ismeret anyagai, hogy el kéne felejteni azt a rengeteg butaságot, amit a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet és a kis barátai eddig összehortak, és akkor tiszta lappal a tényekre szorítkozzunk. És ennek kapcsán érkezett külföldről egy érdekes felmérés, ami a úgy hívják őt, hogy az elektromos cigaretta aeroszójának kémiai összetétele, mennyiségi összehasonlítás a cigaretta füsttel, és ezt a BAT dohánygyár szponzorálta ezt a kutatást, amitől azonnal Demjén Tiborék ott fognak majd visongani, hogy nem szabad nekik hinni, viszont szerencsére a BAT most már megtanulta, hogy a saját kútfejükből nem mondjanak semmit, mert, mert azt úgyse fogadja el senki, úgyhogy mindenféle izó minősítésekkel megáldott vagy megvert külsős független laboratóriumokat bíztak meg ezzel a vizsgálattal. Többet is, és ők végezték a, azt a 150 veszélyes és potenciálisan veszélyes anyagnak a, a vizsgálatát az elektromos cigaretta gőzében összehasonlítva a dohányzással. És az jött ki, hogy a 150 jól ismert úgy hívják ezt, hogy HP, hogy hívják ezt. HPHC, igen, harmful and potentially harmful constituents, tehát az egészségre veszélyes vagy potenciálisan veszélyes összetevők. A 150-ből 104 egyáltalán nem volt kimutatható az elektromos cigaretta gőzébe. 21 a 150-ből az, az alapvetően a levegőben eleve benne volt, vagy pedig len 9 darab esetében annyira kevés volt, hogy kimutathatatlan, volt. Maradt tehát 16 ilyen összetevő, és az a 16 darab összetevő, amit érdemben képesek, vagy tudtak vizsgálni, 82 és 90, több mint 99 százalék között mozgott, amennyivel kevesebb van az elektromos szigaret a gőzében, mint a dohány És ők osztottak, szoroztak, és azt mondták, hogy mérgezőségi egészségkárosító szempontból az elektromos szigaretta a gőze körülbelül, és itt megint 95%-ra lukadtunk ki, 95%-kal kevésbé káros, mint a, a, a dohányfüst. Viszont ez egy eléggé hasraütésszerű szám abból a szempontból, hogy nyilván azt a 16 darab maradék anyag jelenlétéből vontak egy átlagot, hogyha kivesszük belőle azt a 104-et, ami ott sincs, azt a 21-et, ami a levegőben volt, meg azt a 9-et még, ami teljesen kimutatatlan mennyiségben volt csak jelen, akkor ez a 95 nem 95 hanem jóval, 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 jóval magasabb szám hogyha mindent belevennénk, de ők csak azt, amit tényleg konkrétan ki lehetett mutatni és mérni lehetett, és neki lehetett tulajdonítani, csak az alapján számolták a 95 ot de valójában ez ennél sokkal-sokkal-sokkal szebb szám. Nekem az volt a megdöbbentő ebben az anyagban, hogy, hogy egyrészt milyen profin dolgoztak. Tehát, hogyha ha megnézed a, a vizsgálati jegyzőkönyveket és a, a, a mérést, minden le van írva. Hogyan mérték, milyen módszerrel, olyan, olyan sztenderdeket produkáltak, hogy a környezeti levegőt előtte, utána, alatta, közben brutális alapossággal és pontossággal végeztek el, el mindent, szemben azokkal, szemben azokkal a vizsgálatokkal, amelyeket elekürtelik, vagy tetelekürtölték a, a sajtót, és még ez akkor is igaz, hogyha ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, ha saját készülékükkel végezték ezt a vizsgálatot, Szerintem ez egy ilyen abszolút minta lehet minden gyártó számára. És akkor itt jön az a, az a rész, hogy egy ilyen vizsgálatot, vagy egy, egy ilyen leírást az adott készülékhez, vagy egy ilyen anyagot leadni az adott készülékhez nyilvánvalóan csak egy, egy ilyen erős potenciállal rendelkező cég tud. Legyártani, tehát a, a kis e-cigaretta gyártók nem fognak tudni ilyen szinten labdába rúgni sajnos, de egy kiindulásnak a, az iparák számára mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez egy nagyon tanulságos anyag. És tényleg mennyire ügyelnek, fejezd be, bocsánat? Ennyi, én ennyit akartam. Hogy mennyire ügyelnek arra, amit pont ebben a témában még varsóba elmondtak, hogy olyan szinten szkeptikus mindenki eleve már alapból a, a, a dohánygyárak kutatásaival kapcsolatban, hogy, hogy tényleg kínosan ügyelnek rá, hogy minden ilyen kutatás teljesen átlátható legyen, megismételhető legyen, dokumentált, nyitott, független, stb. stb. Nincs más mód. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy de miénék mit mondanának erre a kutatásra, mert nyilván a, a WHO féle, itt nem szabad szóhoz jutni a dohánygyáraknak elvet követve azt mondanák, hogy hopp, ekkor ezt figyelembe se vesszük, holott egy igen durva, nagyon-nagyon-nagyon fontos mérföldköve ez az elektromos szigaretta a kutatásának. Hát ilyen típusú kísérlet már volt sok, de hogy ennyire gyönyörűen Ennyire dokumentáltat, is igen, igen, még, igen, igen, még soha az jut erről eszembe egyébként, amit blekített be a hétre ide nekünk, a zseniális kioktatás a közegészségügy lánglelkű vitézeinek, hogy akik ugye nem egyebet csinálnak, mint hogy túlszúlejtik a tényeket és ezt a nefinél is megfigyelhettük, hogy jönnek, jönnek a tények, százszám szaporodnak mindenfelé, és ilyen, ilyen elképesztően e, e, nívós, jó minőségű kutatási eredmények, és egész egyszerűen nem vesznek róla tudomást, mintha nem is létezne, konkrétan túlszul a tényeket, és akkor olyanok, mint egy ilyen, ha már szóba került a szorulás az előbb, olyanok ők, mint egy szorulás a tudományos témek, tények testében, hogy nem jut rajtuk túl eh, egész egyszerűen az információ, és amit ők megszűrnek, az már mind-mind egy ilyen métejezett és, 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 és méregezett valami lesz. És az ilyen típusú emberkéknek született egy eh, nagyon jó kis cikk, amire Blacky fölhívta a figyelmünket, amelynek a címe, hogy a, a közegészségügy fogyatékos-e az elektromos szigarettákat illetően. Ez egy nagyon hosszú és nagyon jó pofa cikk, kiragadnék belőle néhány érdekesebb Tett részletet. Azt. Kettő dolog ragadta meg nekem nagyon a figyelmemet benne, az egyik az ugye a, hogy hívják ezt? Jaj, el kattintottam segítség. Igen, a, úgy hívják ezt, hogy a bizonyítékok szintjei. Ez a tudományos kutatás és egyéb területeken van egy ilyen piramis, majdnem minden szakterületen szokott lenni egy ilyen piramis, ahol ábrázolják, hogy milyen ö, aláfölé rendeltségi viszonyban vannak a különféle dolgok egymáshoz képest, és ez a, 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 a bizonyítás különféle szintjei. És nagyon érdekes meglátni, hogy a legalján a legalsó prioritási szinten vannak a szakértői vélemények. Tehát a szakértői vélemény az olyan, mint a vélemény, mint a melbimbó, meg a Segluk, mindenkinek van, úgyhogy ö, konklúziót levonni szakértői vélemények alapján egész egyszerűen ez alapján sem lehet. Uh... És nálunk valahogy az mégis megfordul. És egyébként megyünk, megyünk fölfelé, különféle kutatások, tanulmányok, stb. és hogy hogyan nyeri el végül, és mik a legfontosabb, mi a piramis csúcsa a bizonyítás szempontjából, a bizonyítékok szempontjából a leges, legfontosabb dolgok, és a, a csúcsán a systematic review-k állnak, tehát az áttekintő, összesítő elemzések. És hogyha megnézzük a nefinek a szakértői véleményét, mert a kis dokumentumokat összesítő elemzésnek azért ne nevezzük, mert ahhoz képest egy rossz vicc. tehát igazándiból a mai napig megragadtak a szakértői vélemény szintjén, és hozzáveszünk mondjuk a Royal College of Physicians összehasonlító elemzését, hogy nálunk megfordult ez a piramis, és hiába jönnek ezek a durvábbnál durvább elképesztő bizonyító, erejű tudományos elemzések és dokumentumok és információk, nálunk ez, a, ez, a, ez az egész helyzet fölcserélődött, és ott ülnek dugaszként a mackó fenekében a demjénék, és nem engedik <laughs> mint a téli álmot a nem engedik, hogy ezek a tények napvilágot lássanak, és és, és ezek a releváns, fontos tények alapján szülessenek meg, meg a döntések. Nagyon érdekes egyébként ezt a, ezt a piramis látni. Ez a tudományos kutatások területén teljesen elfogadott módszertan, hogy ez így, így épülget föl. Krisztián, bocsáss és... meg! Na, két dolog jut eszembe, az egyik természetesen egy film, a szép emlékű Kobretti felügyelő, amikor is azt mondja, hogy te vagy a betegség, és én vagyok a gyógyszer. A másik pedig ennek analógiájára, ennek analógiájára, hogyha a nefi vagy az emmi a szorulás, akkor mi vagyunk a guttalax. <tosz> Ahogy mondod, Charlie, bizony. Nehéz szülés, ez sem egy könnyű szülés, de, de ki fog jönni. E ha Fifikának nincs hozzáfűzni valója ez a szekcióhoz, akkor rátérnék a cikk másik érdekes felére. És... Érj. Jaj, jaj, igen. A Wikipédián van egy a népegészségügy, közegészségügynek a definíciója, hogy mi az a betegség megelőzésének, az élet meghosszabbításának és az egészség népszerűsítésének a tudománya és művészete olyan szervezett tevékenységek által, amelyek elősegítik a tájékozott döntés lehetőségét a társadalmon, szervezeteken, magán és közintézményeken, társaságokon, communities. A társaságok és az egyének esetében. Tehát igazándiból a népegészségügy arról szól, hogy mindenki legyen elképesztően jól informált ezen a területen. Ezt így felvezetésnek csak, hogy tudjuk, hogy miről van szó, és aztán akár most kuncoghatunk is rajta, hogy pontosan tudjuk, hogy nem erről szól már egy jó ideje, mert látjuk nap, nap. Tehát e e erről szólna a történet, ezt kellett meg megalapozni a következő pontokat. Itt pontokba szedi a véleményét egyébként a cikk írója, és ezekre térnék ki rá. Ilyen jó tanácsokkal szolgál a, a népegészségügy a óriási nagy arcú tisztségviselőinek. Ha nem, Tudod, hogy mi a különbség az égetés és a nem égetés között, akkor kapcsold ki a számítógépedet, és beszélgess inkább a macskáddal. Ugye a mi esetünkben is erről van szó. Égetett dohány versus nem történik égetés, nem szabadulnak fel azok a porzalmas anyagok. A dohányzás ártalom csökkentése arról szól, hogy kevesebb károkozás. Ez a cél. Ha nem sikerül megérteni ezt az egyszerű mondatot, akkor Menj el és olvasd el a népegészségügy definícióját, amit az előbb említettem. A kettős használat, kevesebb használat, bátorítani kell az új felhasználókat. Nyilvánvaló, amennyiben kettős felhasználó vagy, amíg elektromos szigarettától addig se dohányzol. Ne használjátok már az anekdóta kifejezést semmilyen formában sem. Nem szeretjük. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az, aki úgy dönt, hogy dohányzik, neki joga van dohányoznia, hogyha épp dohányozni szeretne. Hogyha azt szeretnétek, hogy minél több ember dohányozzon, akkor mondjátok ki. Tehát ne köntörfalazzatok, mondjátok ki. Sokkal-sokkal egyszerűbb lenne mindenkinek. Hogyha viszont arról van szó, hogy a népegészségügyről van szó, a népegészségügy fontosságáról van szó, akkor viszont cselekedjetek is úgy, ne ellene. Hogyha esetleg arról szólna a vergődésetek, hogy nagyon kényelmetlenül érzitek magatokat, mert olyan terepen jártok, ami ez nem annyira értetek, akkor olvassatok. Olvassatok live ről cikkeket, olvassatok tudományos elemzéseket, ennyi. Azt mondja, hogy próbáljátok meg nem kimondani azt, hogy a nikotin a probléma. Ezt is sem gondoljátok, hogy a nikotin annyira addiktív, ugye? Hogyha úgy gondoljátok, hogy a nikotin egy borzalmas dolog, ami rettentő addikciót okoz és problémás, akkor talán menjetek és beszélgessetek a Johnson Johnson-nal, meg a pfizer hogy hogy is van ez a dolog. Soha semmilyen körülmények között ne emlegessétek Glens és Chapman és a hasonló figurák nevét egy mondatban együtt azzal a szóval, hogy hiteles. <laughs> Légy szíves, ne használjátok a hosszú távú kifejezést, mert kuncognunk kell tőle. És végezetül, egy-kettőt átugrottam, végezetül nincsenek, nem léteznek unikornisok. Egy kicsit élcelődős formában küldi el a melegebb éghajlatra a népegészségügy felszentelt lovagjait, ez a bájos kis cikk. De abszolút igaza van. Tehát ez nehéz vitatkozni. És mi, mi ismerős pedig ugye nem egy, egy, országban vagyunk, de úgy látszik, hogy ez mindenhol ugyanúgy működik. Igen. Mindenunk. Egy, egy kaptafára készültek egy ezek, kaptafára készülnek. ezek az emberkék. Engem mondom, tényleg ez döbbentett meg, hogy itt van a tudományos bizonyítékok kezelésének, a módszertanának a kis piramisa, és ott vannak a leges legajel. Na, mik hát vannak ő... még itt nekünk? Egy hírünk van még igazából. Akkor azt vesézzük ki, azt az egyet. Ahogy nézem, sorozatunk az most kimarad. Én a tabularázának a trailerét betettem a videóba, illetve a kultúrába a Facebook oldalukat, és közben begörcsölt a lábam. Jaj, akkor Áteszem a szót, ami kimasszírozott, kérlek szépen. Megérkezett az első áldozata az amerikai szabályozásnak és szabályozás tervezett csomagnak, nevezetesen az Enjoy nevezetű cég, aki ugye évek óta aktív szereplője volt az amerikai elektromos cigaretta piacnak rengeteg perben és egyéb ilyen dologban résztvevő félként benne volt, amivel az FDA-t ekézték már onnantól kezdve, amikor hosszú -szú évekkel ezelőtt meg Próbáltak több ezer elektromos szigetet a szállítmányt lefoglalni. Tehát egy nagyon aktív szereplője volt a dolognak, és napokban jött a hír, hogy csődöt jelentett az Enjoy, és főként azt indokolták, hogy a szabályozással kapcsolatos elképesztően magas költségek miatt nem, nem tudják tovább folytatni a, a tevékenységüket. Úgyhogy itt az első nem kis elcigi cég, aki, és független, független tegyük hozzá, a dohányipartól független elektromos cigaretta gyártó cég, aki fejbe állt, vagy fejreállt, földbe állt az FDA szabályozása miatt. Nem S tudom, e mit gondoltok erről. Ezt úgy tették, ezt a csődöt, hogy ahogy visszanézem, 2013 júliusában kezdődött a lejtmenet, de már Novemberben gáz volt, és 2014 januártól tisztán veszteséges volt, ráadásul úgy, hogy ahogy itt olvasom, 2014 februárjában a, a befektetőktől egy 70 milliós tőke injekciót is kapott dollárban. Farszalinos doki fűzte hozzá ez az egész történethez, hogy egy kicsit árnyalja a képet, az ártalom csökkentős ő évekkel ezelőtt volt egy prezentáció kapcsán beszélgetett az Enjoyosokkal, és próbálta figyelmeztetni őket arra az Enjoyos ugye egyetlen egy készülékre fókuszált volt, ez a King nevezetű cigaretta formájú holmiuk, ami speciál nem újra tölthető volt, és valami nagyon érdekes dolgot Csináltak vele, nem tudom, hogy mit, de volt olyan ercigi reviewer, aki úgy apostrofálta, hogy az Enjoy a világ leges, legjobb, valaha volt, leges, legjobb elektromos cigarettája volt abban a négy órában, ameddig működött. Szóval nyilván a méretei és a kapacitása miatt az idők végezetéig nem működött, de valamit nagyon jól eltaláltak benne a, a receptben és nagy népszerűségnek örvendett. Na minden esetre Doki arra figyelmeztette őket annak idején, hogyha ha, kizárólag a cigaretta formájúakra fókuszálnak, és nem mennek el a második, harmadik generációs készülékek irányába, akkor néhány éven belül az a jelenség, ami akkoriban volt, hogy rendkívül megy, nagyon pörög az ő termékük, az drasztikusan vissza fog esni, mert ez a jelenség, ez addig van, ameddig a dohányosok többsége még csak most hall először az elektromos cigarettáról, és ezeket a termékeket keresi. Onnantól kezdve, hogy a dohányosok többsége már találkozott az elektromos cigaretta fogalmával, nehogy Isten testközelből is ö, 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 volt szerencséje kipróbálni, jóval, jóval kevesebb és kisebb lesz az érdeklődés az ilyen típusú termékek iránt, úgyhogy ha van eszük, akkor fölkészülnek a jövőre, és belekezdenek valami olyan termékfejlesztésbe, ami ennél engedi tovább lépni a felhasználóját ennél a készüléknél. Na, ez nem történt meg, úgyhogy Farszalinoz Doki szerint például ez is volt néhány szög a, a, az Enjoy koporsójában. Rest in peace. Hát, igen, ez pont, pont az a történet, hogy van egy sikeres terméked, és a menedzsment hisz benne, de csak abban hisz, és akkor ezt pörgetik, 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 aztán egyszer csak túllép rajtuk a Hát, vagy fifika, hogyha, jac. hogyha bele, beleülsz a kényelem foteljébe, és az jó, egy darabig jó, aztán ez a legjobb, aztán már majdnem ez a legjobb, vannak ennél jobbak is, aztán, aztán meg emlékszetek, volt egy olyan fotel, hogy de már nincs. De már nincs, igen. hát. hát. ennyi sajnos. Így múlik el a világ dicsősége. Egy lóra nem szabad mindent föltenni. Mi se tegyünk föl, úgyhogy, úgyhogy fejezzük be a hétre. Van még itt egy pár hír, amit uh, meghagyunk jövő hétre. A legközelebbre. Így van. Az egyik fifikának egy kiejtés gyűjtemény. Csak hogy tudjam, Pótlók. hogy, hogy hogy kell kimondani azt, hogy semmi? Igen, igen, nem tudtam meggyőzni az embert ott, hogy a, a Huawei az nem Huawei, mindegy, maradjon abban a tudatban, egyse úgy, hogy Huawei. Aztán jó van. Öm, ennyi fiúk, videó van, kultúra van, mi meg most már nem vagyunk, 1 óra 23 nyersnél azt mondjuk, hogy stop. örülök, hogy itt voltatok velünk, köszönjük szépen a Patreonoknak, és... Ne felejtjétek, a héten jelentkezünk még Blackivel egy Google Hangouttal, Join the Resistance, erről nem beszéltünk, de akkor jövő héten kibeszéljük, hogy mi a túró is ez. Pénteken élőben beszélgetek Blackivel. Addig is, sziasztok mindenkinek, nektek is fiúk. Egy élmény volt, sziasztok. Köszi, sziasztok.